Vakok és gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 2004 óta végzi tagjai érdekképviseletét, segítséget nyújt a vak és gyengénlátó embereknek és családjaiknak. Kíváncsiak voltunk, milyen programokon vettek részt az évben, és milyen közösségi alkalmakon tudnak kicsit kikapcsolódni. A 9. kerületben szervezek a látássérülteknek klubot, ami a Ferencvárosi Művelődési Központban van. Havonta itt tartjuk a klubnapjainkat, illetve minden hónapban igyekszünk érdekes programokat kínálni a tagoknak. Fő támogatóink közé tartozik a Ferencvárosi Önkormányzat, illetve az Egyesületünk nyert pályázatot a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől, és nagyon érdekes programokat tudtunk így megvalósítani. Például jártunk a Csodák Palotájában, ahol 20 fő vett részt a programon. Jártunk a Pince Színházban, egy különleges előadást néztünk meg, a Hajmeresztőt, ami számomra azért is érdekes volt, mert ilyen előadást még nem láthattunk, amely interaktív volt, vagyis a nézőket is bevonták, és ők is a nyomozásnak a részesei lehettek, sőt a szünetben kérdéseket lehetett feltenni, és a nézők irányították a darabnak a végét, hogy kit gondolnak ennek a krimi komédiának a gyilkosaként, és az további érdekesség volt, hogy a szálak egy fodrászszalomban futottak össze, aminek az volt a neve, hogy Hajmeresztő, tehát egy nagyon klassz kis előadás volt. Minden hónap első péntekén tartjuk a lámpás klubunkat, mindig igyekszünk előadókat is hívni érdekes témákban. A következő klubnapunkon pedig a fogyatékos nők elleni erőszaknak a formáiról hallgathatunk meg egy előadást, illetve a megoldási módokról. A lámpás klub alkalmai minden hónap első péntekén kerülnek megrendezésre. További információ a közösség lámpásai Facebook oldalán található.